Sziasztok! Sokan írtátok azt, hogy nem jó helyre raktam a szelepet kombányon. Utána néztem, és egy ember írt is nekem, hogy ő tud ebbe segíteni. Igaza volt. Anya, egyébként láttátok azt a videóban, hogy gondoltam, hogy fölülre kéne rakni, de nem tudom, miért mégiscsak alulra raktuk. És ugye többen írtátok, hogy meg lesz terhelve a csapágy. Ugyanezt mondtam én is anyának a videó közben. És úgy döntöttünk, hogy igen. Fölrakjuk a szelephez a... Hogy is hívják ezt az alkatrészt? Mindig elfelejtettem. Folytószelep. Folytószelepet. Úgyhogy fölraktuk a folytószelepet fölülre, megmutatjuk nektek, hogy... hogy lett fölrakva. Jaj, tisztára, tisztára. Na szóval ide volt téve. Biztos láttátok a videóba. Ide volt téve a folytószelep. 63 darab közcsavarra, mert másképp nem lehetett megoldani. És ugye innen levettük, és fölraktuk oda. Tehát ez a hidraulika, ugyanaz a hidraulika csőre, csak fölülre a szelepbe van téve egy közcsavarral. Látjátok? Ugyanaz az állítás, tehát az állítása az nem nyújtunk. Csak ugye fönt van, nem olyan csúnya. Azért itt kicsit kulturáltabban néz így ki, mint ha az a nagy. És akkor nincs terhelve a csapágy. Mert ugye én is arra gondoltam, hogy ez a csapágy, amit ez egy csapágyon fut itt, hogy ugye jót nem tesz neki, hogyha mondjuk itt lesz egy 30-40 dekás darab vas. Úgyhogy anyával úgy döntöttünk, úgyhogy ma szeptember 25-e van? Igen. Ma szeptember, 2023. szeptember 25-e van, reggel 8:30. Mi ezt már tegnap, vasárnap megcsináltuk. De gondoltam, hogy ennyivel tartozom nektek, mert sokan írtátok, hogy jobb lett volna oda fölülre, igazatok van. Megfogadtam a tanácsotokat, plusz még egy emberke bejelölt ismerősnek a Facebookon, és ő írt, hogy és ő le is fotózta, hogy hogy csinálta meg, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítséget annak az embernek. Most ne haragudjatok, nem tudom a nevét, mert annyian írtok, hogy komolyan mondom, rengetegen. Tehát rengetegen írtok, és jó szándékkal írtok, annak nagyon örülünk. Úgyhogy megvalósult az a dolog, hogy lentről felülre került a szelep. Úgyhogy most így ez a helyzet. Most megyünk, felakasztjuk a tárcsát, arról is fogunk csinálni videót. Lehet, hogy ugyanebben a videóban fogja anya besűríteni, nem tudom. Most elkezdjük a tarlókat tárcsázni. Az összeset végig tárcsázzuk, ami nincs bevetve muharral, és utána lesz egy lucerna kaszálás, egy muhar kaszálás, és azok után kezdődik a magánykészítés. Mindenről lesz videó, úgyhogy ha tetszik, akkor nézzétek. Nagyon köszönöm a segítségeteket, akik írtak, hogy hogy legyen, mint legyen ez megcsinálva, úgyhogy utólag is mindenkinek köszönöm. Úgyhogy sikerült megcsinálni a gépet, úgyhogy szép lassan indítja a ferdefelhordót. Sőt, az az úr írta, aki mondta, hogy ő is ilyen folytószelepet rakott bele, csak ugye nem ide a kuplunkhoz rakta, hanem fölülre, hogy ő is ugyanezzel a hibával küzdött, és ő neki eltört a ferde felhordóba a tengelyt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek a segítséget. Ott áll a büszke John Deere, büszke anyával, úgyhogy anya most beül, és kiáll vele a tárcsához. Jó? Igen, csőkefarmos szerkóban van. Kinyitom a kaput. Jó? Nem volt még ma indítva a gép. Kinyitom a kaput, és fölakasztuk a tárcsát, amiről lesz megint videó. Itt a kukorica adapter leakasztva. Aha, anya nem adta rá az áramot, de nem baj, most már ráadta. Fölkerült erre is a csőkefarmos matrica. Nem azért raktuk rá, mert hogy most mi dicsekedni vagy bármi. Nekem vágyam volt ez, hogy a traktorokon rajta legyen, meg a kombányon is. Úgyhogy anya fölfújja az ülést, mert ugye meg lett csinálva az ülés. Anya teljesen kitakarította a gépet. Jó, hát ma biztos, hogy koszos lesz.
Ugye? Ne lejjebb is tudod engedni, megnyomod a gombot. Hát jó, ez a te súlyoglak. Nem baj. Hát majd te is fogsz ma dolgozni. Igen? Igen. Jó. Ez egy női munkatárcsázás. Hát van fönt. Nem tudom miért ugrál az Attila, pedig így nem ugrál, csak a videóba ugrál. Anya kezeli a John Deere-t, szereti. Nem nyaki olajos, tehát nálunk nincs ilyen. Megcsináljuk. Igaz, még nem kellett hozzá nyúlkálni, hogy olajos lenne, vagy ilyesmi. De vigyázzunk nagyon a gépre. Mi is dolgozunk vele, mint bárki más. De mi vigyázzunk rá. Na, majd innen folytatjuk. Ahogy látjátok, már úton vagyunk. Én még nem köszöntem, úgyhogy sziasztok. Tárcsa mögöttünk. Úgyhogy megyünk dolgozni. Na mutatom, hogy 7 nap alatt leesett 8 milliárd ső, és olyan szinten száraz a föld, hogy nem, szinte nem csinál semmit a tárcsa. Úgyhogy most Attilával épp gondolkodunk, hogy most mit évők legyünk. Kaszálva, mert ez nem lett bevetve, olyan törvény van, hogy ugye nem lehet se tárcsázni, se szántani. Hát lehet tárcsázni lehet a tarlót, jó, de hát olyan 5 cm mélyen, vagy kaszálni, mi ugye ezt, mi a pontokat kell elérni, mi ezt a pontokat választottuk, hogy ő, te az mi? Állat. Igen. Róka. Róka, tettem. Róka, trágyármes. Igen. Úgyhogy vagyok benne biztos, most vagy szeptember 31-től lehet, vagy augusztus 31-től. Augusztus 31. És ebben nem voltam biztos, vagy nem is vagyok biztos. Kapcsolnám be. Nincs különbség. Nincs. És E1-be húzza Attila. 1006-os fordulaton húzom 11,5 km/h. De minél jobban is. Csak anya nem tudja megülni a csikót akkor. Én mondtam mennyi. Hát mennyi úgy, ahogy kell. Tenni, teljes ügyával elmondtál. Szerintem
hogyha ez tavasszal lesz bevetve, szerintem most ahhoz, hogy gazat írtsunk, ez bőven megteszi. Igen, szemmunkát szoktunk csinálni. Hát jó, de nem is szokott ilyen száraz lenni a föld. Hát azért szokott lenni. Meg mindig fölszántottad. Most költséghatékony gazdálkodás van. Mindenki forgatás nélküli talajművelést használ. Jó mondom? Így van. Egy égkülű trúber jobb, hogy nem csinálni szerintem. De mindegy, végül is megvan, lehet, hogy megvan fikény. Figyelj, ha te mondtad, hogy ebben kukorica lesz, akkor... Hát ebben kukorica lesz, most lesz egy jó, miért 10 hektár kukorica. Többi gabona most, ugye azon gondolkodtam már, hogy melyikben mit vessünk. Gyomírtásra teljesen jó. De az, hogy hogy porzik? Hát így. 8 milli eső után azért az kegyetlen. Nem is tudom, rengeteg mennyiségű vizet el tudna most szívni a föld. 50 milli kéne legalább. De látjátok, senki nem dolgozik a határba. Mindenhol a tarlók vannak, mindenki az esőt várja, de hát... Ez van! Akkor csináljuk! 10 hektárt lehúzunk, ez a terv. A másik, amit akartam mondani, tegnap kaptam Viberen egy üzenetet. Abba már néz. Milyen üzenetet kaptam? Azt nem mondom meg, hogy milyen üzenetet kaptam, mert ez egy meglepetés lesz. Igen? Igen. És aki írta, az tudja, hogy kiről van szó, úgyhogy... És én mikor tudom meg? Hát, majd meglátjuk. Nem tudom. Jó. Nem tudom. Én nem de, is szoktam nézni a Viber-t. Tudom, hogy nem szoktam nézni a Viber-t, de én szoktam nézegetni. És kérte, hogy majd legyen róla egy videó. Nem igen. Mondom meg, hogy miért. Úgyhogy lesz róla videó. Hát, hogy... Ha úgy van megbeszélve, akkor legyen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, de... Akkor ez a gép? Hát nem, ott nem megy már bele. De nem kellett volna. Mit? Semmit. Ezt figyeljétek! A földnek a végén lefektettek egy csövet, és ilyen gyönyörűségesen csinált... Azért így a videóban üzenem annak a... végnek vagy főnöknek, hogy úgy szívesen elbeszélgetnék vele. Hogy vajon mire gondolt, amikor ilyen gyönyörűen megcsinálták az utat? De ő is az utat a földet. Tehát remélem csuklik az anyukája, mert azért nem ilyen cigány munkát szoktak csinálni. Ojajajajaj. Kibasszák ide a vizéket, azt mi megkerülgessük. És nem is tudunk a úton menni. Mert majd hazafele megmutatom, hogy milyen az út. Mások a földjén járjak a ti baromságotok miatt? Nem az ő baromságok, hanem azok, akik lefektették a kábelt. Jó, de azoknak van egy főnökjük. Hát nem azért jöttek ide, hogy elteljen a nap, azt megkapják a lóvét, hanem becsületesen meg kell csinálni. Hát jó. Figyelj, elmondom neked, az én fatarom dolgozott ilyen helyen. A termőtalajt külön kellett rakni, a meddőt megint külön kellett rakni. Tehát ehhez nem kell iskolát végezni, emberek. Tehát amikor visszatemetitek a árkot, akkor alulra rakom azt, ami alul volt föl, és fölülre a termőt, hogy még véletlenül esetleg valamikor már teremjen benne valami, jó? Így üzenem annak a hülye gyereknek, aki ezt csinálta. De felkapom a cukrot, itt lenne, biztos megfojtogatnám. Szóval ezért föl tudnak mérgesíteni, amikor okosítanak itt bennünket, hogy hogy kell gazdálkodni. Azt olyan hülyék ülnek ott a bent, hogy annál jobban nem is lehet, nem is tudom elmondani, milyen hülye emberek. Közük nincs a mezőgazdasággal, és ők akarnak nekünk vezényelni. Hát majd ide ülsz mellém, azt mondom, hogy meglátod, hogy milyen körülményekhez kell dolgozni.
De aki ezt csinálta, hát minden tiszteletem az övé. Szerintem tök hülye az Ürge, elmondom nektek így különben videón keresztül. Mert én dolgoztam fatarommal egész kicsi gyerekkoromban, ástak ők is ilyen kőolajvezeték, meg mindenféle vezetéknek szántóföldeken keresztbe kasul. De a felső réteget egyik oldalra kellett rakni, az alsót a másik oldalra. És amikor már bele volt téve a vezeték, akkor alulra rakták a meddőt, fölülre rakták a termőt. Nem fordítva, mint itt, majd megmutatom, hogy van csinálva. Ez, amire itt rendbe jön ez, 50 éve, elmondom nektek. Ha rendbe jön. Mert olyan agyag jött föl, és az, vagy lentről olyan agyagokat szedtek föl, és a tetejére rakták rá. Most az egy dolog, hogy ott út van, de egy csomó minden bekerül a területre. Tehát egyszerűen az a baj, hogy ez a magyar mentalitás, hogy minél gyorsabban végezzünk, legyünk ott, hogy ígyük a sört, nézzük a tévét, vagy nem tudom, mire gondolt az ember. De hogy én ezt újból föl szeretném velük, az biztos. Úgyhogy marha jól jártak, hogy nem én vagyok ilyen helyen a főnök. De nem vagyok egy kötekedős típus, de ezért haragszok, amikor a szántóföldet készakarral tönkretesszük. Tehát emberek, azért gondolkodjunk már, el előbb-utóbb nem lesz mit szabálni. Na mindegy, kicsit fölkaptam a cukrot, de ne haragudjatok érte, de látját, higgyétek el, hogy ez a mentalitás, ami most folyik, ez nem túl sokáig folyhat, mert ebből előbb-utóbb visszanyal a fagyi gyerekek. Tehát ne csodálkozzunk rajta, hogy csillagászati árak lesznek. Az időjárás is ellenünk van, és még mi emberek is saját magunk ellen vagyunk. Tehát gondolkozzunk már egy picit. Nem azért, mert én olyan, nem tudom, milyen okos ember vagyok, de azért az alapvető dolgokat, azt azért tartsuk már be. Tehát akarunk termelni, jól akarunk termelni, és nem teszünk érte semmit. Tönkre teszünk a szántóföldet. Nem elég az, hogy rengeteg gyárat építenek szántóföldet? Még ezt a kicsit is tönkre teszünk. Meg kibányásszák. Mert szükségünk van. Az osztrák németnek, meg a románoknak is sokkal több eszük van, mint nekünk, nem vágják ki az erdőt, mint itt nálunk. Hát itt arra vágják az erdőt, itt a mi környékünkön, és azt mondják, hogy mi piripócsan ültetünk helyett a másik fát. Jó, hát hiszem, ha látok. Na mindegy. Szóval azt szoktam magamban mondani, még soha senkinek nem mondtam, de most elmondom, hogy lassan megérett az emberiség a pusztulásra. Van egy olyan érzésem. Nem akarok senkit megbántani, ne értsétek félre, de vigyázzunk a környezetre, meg ilyenek. Most már Tesco-ban 19 forintért kapsz egy zacskót, ami lebomlik. Mert veszek 5 zsömlét, akkor már nem kell 19 forintért egy zacskót. Rendben van, megvesszük, nincs ezzel baj. De a kólát sem műanyag flakonba rakjátok, meg a többi zacskó az mi? Azt, hogy most egy dolgot kiváltott a Tesco? 19 forint, ez megint valakinek a zsebét tömjük vele. Tehát egy fecske nem csinál nyarat, gyereket. Tehát most meg kell venni 19 forintért a zacskót, mert az egy lebomló zacskó, és csak a péksüteményt abban rakhatod, ha darabra veszed, és az úgy nagyon jó. De azon kívül az összes üdítőtől kezdve minden műanyag flakonba kapsz, ami majd 300 év múlva bomlik le. Tehát aki ezt megint kitalálta, hogy műanyag zacskóba kell, vagy lebomló zacskóba kell rakni, az kurva okos ember lehetett. Csak az a baj, hogy ez egy nagyon csepp a tengerben. Jó, rendben van, most azt fogjátok mondani, valahol el kell kezdeni. Hát, ha itt kell elkezdeni, akkor nagy baj van, szerintem. Úgyhogy, na mindegy. Úgyhogy próbáljuk a szántóföldet megőrizni abban az állapotában, hogy a legjobb állapotában legyen. És akkor jön egy cég, de elmondom nektek, hogy ide már itt minden évben fektetnek valami csövet. De hogy hova viszik? Nem tudom. Tehát szerintem a szennyvízteleptől, ja a másik az, a szennyvízteleptől valamelyik évben vezettek egy csövet, bele a Dunatisza csatornába, szerintem a csatornába van belevetett. Akkor milyen környezetvédelemről beszélünk? Azért nagyon fordítva ülnek nagyon a lovon ezek az emberek, akik ezt tervezik. Tehát a másik meg az, ezt már akartam mondani, lehet, hogy letítsák ezt a videót, én most el fogom nektek mondani.
Ugye olvasom, hogy a Belgrád vasút nem biztos, hogy be fog fejeződni. Na most abban a faluban van egy fórum, ahol én lakom. Én ott megírtam tegnap, hogy én ezt már akkor tudtam, hogy ez nem biztos, hogy időre, vagy egyáltalán, hogy befejeződik. Már akkor tudtam, amikor még neki se álltak csinálni. Ugyanis tudni kell azt, hogy mihez veszünk fel ennyi hitelt, mert 85%-a kínai hitel, az 15%-a magyar pénz. Na de mi itt lakunk, tehát kijövök a lakásból az ajtón, és látom, hogy mit csinálnak. Tehát nem kell sehova mennem, tehát ha akarom, ha nem, látom, hogy mit csinálnak. Ide hordtak, hogy 5 szerelvény követ. Ezt a vasúti bazaltkő, vagy nem tudom, minek hívják. Az itt gugolt vagy másfél hónapig, utána elkezdték elhordani össze-vissza mindenhova, akkor az a cég megszűnt. Nem mondom, hogy kinek a cége, mert még begázosodik a levegő. Most már tudni fogják. És a lényeg az, hogy az az embernek a cége vette át ezt az egészet, akitől begázosodik a levegő, mert ő ilyen szerelő. Na mindegy, most már tudni fogjátok. A lényeg az, hogy elhordták a kőnek a egyharmadát. Utána 3 napon visszaholták. Na mondom, ennek mi volt az értelme? Tehát nagyon sok olyan felesleges dolgot csinálnak. Utána megint gugolt a kő egy hónapot, megint elhordták a követ. Megint visszahordták a követ. Most vagon számra hordják a követ, de nem tudjuk hova hozzák, mert már itt annyi vasúti kő van, hogy szerintem az egész falut le lehetne vele teríteni 20 centi vastag. Na mindegy. Szóval itt úgy látom, hogy ez nem befejeződni nem fog, de elkészülni se fog, hogy itt két vonat elmenjen egymás után. Mert egy az, hogy egyébként dolgoznak az emberek, tehát azt hozzáteszem, azt nem tudom, hogy ingyen dolgoznak, vagy nem. De én látom, hogy a főnökök, nem mondom, hogy milyen nemzetiségűek, mert már tudni fogjátok ebből, hogy nem Magyarországról jöttek, inkább így mondanak. Itt a faluban a legdrágább helyen esznek. Reggel is, délben is, délután is. Tehát a legdrágább helyen, hozzáteszem, nem egy ilyen himi-humi sütödébe esznek egy gyíroszt, vagy egy sült kolbászt, vagy egy akármit, hanem... És nem milliómos palánták. Nem az irítség beszél belőlem, ne értsétek félre, mert bármelyikőtöknek van 20-10-20 ezer forintja, el tud menni egyet ebédelni. Tehát bárki bemelt oda, de nem minden nap 3. És ugye ezt valakinek fizetni kell. De a 10-20 ezerből ott nem kajász meg, hát, csak szól. Igen. Úgyhogy ne várjátok azt, hogy a Belgrád vasút mosolygással legyen majd vége ennek. Ennek sírás lesz a régi gyereket. Én azt mondom, úgyhogy... Na mindegy. Újból visszaértünk erre a gyönyörűséges útra. Egyszer nem is értem. Igen. Csőke farmos pólóban van anya. Nem szeretek politizálni, de megmondom nektek őszintén, néha felemeli a cukromat egy kicsit ez a történet. Tehát, gyerekek, biztos szükségünk van nekünk erre, amit itt folytatnak velünk. És most nem a kormányról beszélek, hanem ami itt folyik ebben az országban, ami fejetlenül megy. Tehát építik a Belgrád vasutat x milliárd forintból, és elmondom nektek, amit lehet, hogy nem tudtok, hogy plusz 20 milliárdot csatoltak a költségvetéshez, mert drágább lett az építőanyag. Hát figyelj, ezt szerintem 10 évvel ezelőtt tervezték meg, mert azt mondják, 10 évvel ezelőtt meg lett tervezni. Az inflációt nem számolták bele, tehát megint mi szopjuk be. Tehát ti is tudjátok, ha elmentek a munkahelyre dolgozni, hogy most kerestek XY összeget, az XY összeg kell beosztanod. Hiába mész a főnököt, főnök adjon már 20 ezerrel többet, mert több lett a villanyszámla, meg drágább lett a gázolaj. Hát nem fog adni. Nem, én milyen szerződést kötöttünk mi ebben a Belgrád vasútépítő ipari cégkel? Azért megnézném én azt, hogy mi az, hogy 20 milliárdra megemelik nekünk? Arra fogták, hogy drága lett az anyag. Igen, drága lett az anyag. Biztos drága lett. Szóval, ezzel ha beszélgetnénk egy fél órát, szerintem már föltözverném a kamerát, komolyan mondom. Úgy fel tudna idegesíteni.
szerintem akkor hagyjuk abba, hogy nem szeretem. De nem. Nem szeretem, mikor politizál. Nem. Figyelj! Én már nagyon várom azt, hogy mikor lesz itt fordulópont. Na mindegy, nem megyek ebből bele. Egyik se lesz, jó. Nem a kormányról beszéltem, arról, hogy mikor lesz az, hogy béké hagyják a kis embereket olyan értelemben, hogy nem nyúzzák még a bőrt róla. Jó, ez megint ilyen politizálás. Meg az, hogy fölemelték az üzemanyag árát, mert a tranzit díj az ukránoknak. Fölemelték az ukránok a tranzit díjat nekünk, hogy rajtuk keresztül jön a csőhálózat. Hát én meg fölemelném a migránsoknak, meg az ukrán bemenekülteknek az albéletet. Hatszorosára azt akkor majd lehet pofázni. Mert ma is láttam reggel, elvittem a gyereket iskolába, hogy mi volt. Szóval, fú te, én ezt nem is tudom, na. Na, szerintem térjünk át egy másik dologra, mert apa bezizizik, akkor tényleg repülni fog a kamera. Mi? Hát nem repül, nem fog repülni a kamera. Csak, nem baj. Csak én úgy gondolom, hadd fejezzem be, és akkor abba hagyom, úgy gondolom, hogy nincs igazság. Tehát a magyar embert, bevándorolt emberrel nem egy lapon vagyunk kezelve. Tehát nem magamról beszélek, de te értsétek félre, azokról az emberekről, akik sokkal rosszabbul élnek, mint én, és élek a rosszul, én nem is azt mondom, hogy jól, egy olyan átlagosnak gondolom, de vannak tőlük sokkal szegényebbek is, és megmondom őszintén, hogy inkább azokat támogatnám, nem azokat, akik ide vándorolnak. Hát a mi hajléktalanjainkat, tehát a magyar hajléktalanokat. Mert azért van olyan hajléktalan, aki tehet arról, hogy oda került, és van olyan hajléktalan, aki nem tehet arról, hogy oda került. Tehát azért, meg azért ez a bankos házak, meg minden, tudnánk, na mindegy, egy hétig tudnánk mesélni róla. A lényeg az, hogy tárcsázunk, felhúztam magam, mindjárt kiforgatom a John Deere teljesen a motort. Nem. Szóval akár merre megyek, mindenhol csak azt látom, hogy a rosszat, tehát én elkeseredve nem vagyok, mert én nem nagyiben tojok az egészen, ne értsétek félre. De visszahozod a kamerát, nem tudom. Nem, már próbálom. Én azért mondok, mert nem magamra gondolok, mert én már az életem felén túl vagyok, úgy gondolom, mert közel 50 éves vagyok. A gyerekek, a elkövetkezendő generációnak a jövőjére gondolok. Én arra értem ezeket a dolgokat, hogy rendben van, hogy mi. Én 48 éves vagyok, nem titok. Tehát én már nem fogok kérni megint még 48 évet. 51 év. 60. Na, szóval, de a gyerekek, nem csak az én gyerekeim, a ti gyerekeitek is. Tehát ezzel lesz a baj. Hát ezért vagyok mérges, hogy mindenkinek majd a szemetet kell enni. Jó, tudom azt, hogy mindjárt mondom, csak itt közben elég necces a helyzet. Jó, tudom azt, hogy azt szeretnék a nagy emberek, hogy mindenki járjon a Tesco-ba, meg az Aldi-ba, meg a Lidl-be. Igen, de mi nem akarunk szemetet enni. Mi is vásárolunk olyan helyen, de a gyerekeinknek az egészsége nekem most per pillanat fontosabb az. És ugye ha most nem teszünk érte, akkor nem, már sokkal hamarabb kellett volna, nem most. Már el vagyunk késve szerintem. Na innen a kinagyítja anya a képet, megint látjátok a Budai hegy átföld, amin most dolgozunk. Egy része. És lehet látni a budai hegyeket. Nem ez, tudom, ez azt jelenti, amikor mi így látjuk a budai hegyeket és a házakat. Szép tiszta az idő. Hogy tiszta a levegő. Így van. Ja. Elózik alattunk a szép, de nem baj. Nem baj. Ez én szerelmem. Igaz? Te meg az enyém. Én állandóan mindig ilyen vidám szoktam lenni, néha van azért rossz kedvem, de most figyeljetek ide! De figyeljetek, hogy ülünk! Figyelj ide a hátam mögé! Ha? Fogja a kis derek! Kicsi szóval, derekom a... Mi a nap 24 órájában non-stop együtt dolgozunk. Ha ő megy ki az állatokhoz és én maradok bent, akkor
ő nézi, hogy mikor nyílik az ajtó, hogy mikor megyek ki, ha én, akkor ez pont fordítva van. Akkor én nézem, tehát most lehet hülye hangzik, és most azt mondjátok, hogy ezek hülyék, de mi már nem tudunk meglenni egymás nélkül. Én legalábbis így gondolom, te hogy gondolod? Hát az biztos. Tehát most is nem azért ülünk a traktorba itt egymás mellett, mert valami oka van annak, hogy mi most videózunk és itt ülünk, nem. Ha nem videózunk is, ketten ülünk egymás mellett a traktorba. Úgyhogy... Lassan föl kéne tennem a kameratartót, mert megmondom őszintén... Nálad van, itt van lesz. Ja igen, mert megmondom őszintén, hogy most már... Elfárad a kezed? Elfárad a kezem. Na, akkor odaadom neked, szerelmem. Tessék! Jaj, várjál, már van zavarom, más az adom, mert hol vagyok. Miért vagy zavarom, mert nem szoktam neked ilyet mondani. Hát nagyon ritka. Ez most egy ritka pillanat. Igen. Nem, szoktam mondani, csak nem emlékszik rá, nőből van. Hát most nem tehetünk róla. Mindig, meg amikor megkérdezem tele, hogy apa szeret, mert én minden reggel most szoktam neki mondani, hogy meg este is, hogy szeretlek. Úgy fekszünk, úgy kerünk. És neked erre mi a válaszod? Igen, de ha változik, majd szólok. És osszam be. De mi nem változott? Jó. Remélem nem is. Szeretnéd? Nem. Te ne kérdezi ilyen hülyeségeket. Nem? Ez nem hülyeség. Úgyhogy én mindig így mosolygok. Megmondom nektek őszintén, hogy... Szerintem lehet jobban járnák, ha nem foglalkoznák ilyen dolgokkal, amiről most beszéltem. Igazából nagyon nem szoktam vele foglalkozni, anyának szoktam mondani, még ha kettesben vagyunk és nincs videó, akkor is azt mondja anya, hogy ő nem szeret politizálni, nem akar belefogni. Hát nem, de a gyerekek, tehát nálam a gyerekeknél a jövő nézem, mert ugye nem szeretném, hogy rossz soruk legyen. Mind a kettő tanul, remélem, hogy mind a kettőnek lesz szakmája. Az öcsi az kicsit úgymond, nem azt mondom, hogy mennyire, de egy kicsit hajlik azért a mezőgazdaság fele. Most már a lány is egy kicsit másképp gondolkodik. Meglátjuk, erőlteti, nem erőltessük, tehát ők hogy gondolják. Ha ezt akarják csinálni, ezt, ha nem, de mondtam is anyának, hogy ilyen megkapar a gép itt lent a lapos. Na mindegy. Azt mondtam anyának, hogy ha nem csinálja egyik gyerek se ezt a mezőgazdaságot, akkor mikor oda kerül a sor, hogy na, mit tudom én, hülyén hangzik, hogy ennyire előre termezni, fogom, eladom az összes gépet, aztán mindegyik csinálja azt, amit szeretne, de én konkrétan megmondom nektek őszintén, nem biztos, hogy 70 éves koromban is ezt fogom csinálni. Szeretem csinálni, tehát értsétek félre. De... Nem biztos, hogy ezt fogom csinálni, mert azért élni is kéne néha majd. De mindenki azt mondja, hogy úgyse tudom megállni, aki ismer. Lehet, hogy így lesz. Nem tudom. Ha meghagysz. Majd meglássuk. 2-3 hektár földet szépen, veszel egy kicsit traktort. Igen, egy TZK 4-est és adva kettet, fölülsz a sárvédőre és jövünk kifele majd. Vagy a keréknyomra. Igen. Na, mindjárt átteszem a kamerát, várjatok. De föltettem az ablakba. Csinálgassuk, ez egy 4,5 hektáros darab. Legjobb tudomásom szerint. 25 másodtárcs, a fő van emelve a levegőbe a kerék, aztán néha úgy ugrál utánam a tárcsa. Legalábbis úgy tudom, hogy 25 másodtárcs, most nem tudom. Na mindegy, szóval én így gondolom, hogy ahogy mondtam, de meglássuk. Nagyon szeretem csinálni, hülyén hangzik, szeretek szerelni is, ha nem kell mindjárt azonnal menni dolgozni utána, tehát nem időre kell. Ugye elszerelgetünk anyával, egész napra kell, de a magunk tempójában. Tehát
nem vagyok az a típus, aki egyik cigit rágja, a másik után meg gyorsan nyomom a kávét, mert menni kell megint szántani, meg aratni, meg akármi, mert akkor inkább neki se állok. Tehát aki már, én azt mondom, aki így dolgozik, annak már lerövidül az élet egy pár évvel. Jó, de aki dohányzik, meg kávézik, az szinte van. Én is a dohányzásra mondom, hogy az inkább a feszültséget oldja. Én is régen dohányoztam, 2013-ban tettem le a cigarettát. De én nem szeretem a cigarettát. Tehát ő, hogy mondjam, még úgy sem szeretem a cigarettát, hogyha beül mellé valaki a traktorba és cigizik. Hát ebben a traktorban még egy 100 cigi nem volt elszívva. Hát nem is lesz, mert már én 2013-ban, amikor letettem a doboz cigit, hogy na, akkor itt most abba hagyom, én azokban egy 100 cigit nem szívtam el, de még úgysem, hogy mondjuk másnak a cigijébe beleszívtam. De még az autóban se cigarettázik senki, mert én megállok, kiszáll, szívd el a cigit, megyünk tovább. Tehát nálam nincs cigarettázás, mert én nem szeretem. Még a füstjét se, inkább így értelmezném nektek. Úgyhogy... Egyszer próbáltak ki, olyan vérán állt a kezébe. Az még olyan 2007-2008 környéke lehetett. Hát igen, mert... Hittem a cigit, ideges voltam, na mondom, jó van, ebből elég is volt. Úgyhogy... Még azt akartam mondani, hogy nagyon szépen, ezt meg akartam köszönni nektek. Nagyon szépen köszönöm azokat a kommenteket, amit írtok a videókhoz. És nagyon jól esik, hogy igazából nincs is negatív komment. De ha lenne, tehát ha úgy érzitek, nyugodtan írjátok meg, tehát abból nincs harag. Csak igazából a negatív kommenttel nem találkoztunk. Találkoztunk? Hát egy ember volt, mondtam is, hogy le is lett tiltva. Igen. Azon kívül mindenki jól áll hozzá a dologhoz. Visszatérve a... Írtátok, hogy ugye nézitek ti is az MV Tomit, meg a Danóékat, és írta egy ember, hogy a Danóékról mi a véleményem. Hát mi végül is nem nézzük régóta. Tudjátok, mióta nézzük? Amikor összetörte az Audiát. Összetörte az Audiát, és elkezdte csinálni végül is. Mi azóta nézzük, mi az előtte lévő videókat, megmondom őszintén, nem nézegettük. Úgy belenézegettem már, de van róla véleménye mind a két családról, mind a két... Először kezdeném az MV Tomiékkal, de már a múltkor mondtam, de elmondom még egyszer. Tehát nekem minden tiszteletem az MV Tomiéknak a gazdaságáról, mert hogy ilyen körülmények között, ilyen gépparkkal, és nem lenézően mondom ezt, hogy ilyen gépparkkal, hanem ilyen küzdelmesen, inkább így mondanám, tudnak érvényesülni. Akarat megvan, nagyon nagy akarat van bennük, tehát tisztelem és becsülöm őket, hogy ilyen húzó erő van bennük, hogy az apuka is, az anyuka is, a Tomi is és a két segéd is ilyen 100%-os bedobással tudja tolni végig a szezon. Szeretem nézni a videóikat is. Néha tanulunk belőle, látjuk, hogy csinálnak. Jó, hogy amikor mutatják a javításokat, akkor fúrnak, faragnak, reszelnek, esztergálnak, meg hegesztenek. Nem tudsz másképp dolgozni, mert nem is mindig a raktárba, a polcon alkatrész hozzá. Néha meg kell javítanod, mert menned kell tovább. Tehát ez tényleg így van. De én azt mondom nektek, hogy sokan megirigyelnék őket, mert van nekik MTZ-jük, van egy New Hollandjuk, van egy Fiatjuk, van egy 512-es, van egy 106-os. Jó, hogy mindig javítani kell, de hát ugye tudni kell, hogy a 106-os is, és az 512-es is előttük biztos, hogy a TSZ-be teljesített szolgálatot, ahol már nagyon sokat dolgozott. Tehát nem új gépbe ültek vele, és ők hajtották ezt le, hanem ő ugye mit keresi a szerep? Hajcsattomat, most nem tudom, hogy hát elmondom. Hát a ruhádon volt rajta. Aha, mindegy. Jó, beszélj. Kiszálltál? Hát a franc tudja, hogy kiszálltál, mert nem baj. Hajcsattodat? Ja, itt volt rajta a ruhádon. Jaj, várjál, itt van, megvan, itt van. Na. Jó. Csak szép legyél. Nem azért, csak most hirtelen eszembe jutott. Na, szóval a lényeg az, hogy én szeretem őket nézni, sőt a Gyuri bácsi, azt hiszem az apukát úgy hívják, a Gyuri bácsi. Igen. Azért szeretem nézni, milyen türelmes. És ért a gépet. Tehát segít neki a fia is tanul mellette, a két segéd is úgy csinálja, hogy ők mondják. Tehát szerintem egy egész korrekt működés.
működő dolog. Persze egész más feelingje lenne, hogyha olyan gépekkel dolgoznának, hogy csak be kell ülni és néha kéne csak javítani. Az egy más világ. Biztos, hogy ők is el fognak majd oda jutni, de egyből nem lehet ezt a ranglétát megmászni. Tehát én is a legalsó lépcsőfokról kezdtem, és még olyan messze van a teteje, hogy el se tudjátok képzelni. Tehát ez szerintem egy örökké valóságig lehet fejleszteni a mezőgazdaságot, de én nem akarok. Tehát még egy-két dolgot fogok venni, a gépparkot kalba tartom, és én így eldolgozgatok ezzel a gépparkkal, ami nekem van. Nem akarok úgy dolgozni, hogy vasárnap este még én a traktorba ülök, jó szezonban más, de azt mondjam, hanem én vasárnap este ülök a traktorba, anya meg otthon ül, majd azt nézi a tévét, vár engem, mondjuk jó, ott ülne akkor is velem, de én nem. Ne felejtsétek el, hogy az a család rovására megy. Tehát azt nem lehet így csinálni. És én nem tudom, te hogy látod. Tehát azért kell családi program is néha, ami nálunk is nagyon ritkán van. Van, de ritkán. Így van. Pedig mi nem gazdálkodunk olyan húva mekkora nagy sok területen. De nálunk az állatok, a mezőgazdaság, ugye nálunk is néha látjátok, most volt az a kombányjavítás, ugye alkatrészbeszerzés, üzemanyagot hozni, motorolajat, szervizelni a gépet, tehát, és azon kívül még ezerféle problémánk van, nem csak a mezőgazdaság. A gyerekeknek tanszer, iskolában, ma anya reggel fél nyolckor már az iskolába kezdtem, mert ugye az öcsi beteg volt, be kellett menni a tanárnőhöz, valami ma nap. Ma kezdett az öcsi, két hétig volt otthon. No. Szóval nálunk nem csak a mezőgazdaságról szól ez az egész, úgyhogy én nem tudok úgy dolgozni, hogy szólok valakinek, hogy gyere, csináld meg, és majd akkor utána én megyek dolgozni, nem. Tehát én egyben, hogy traktorozok, aratok és javítok. Tehát nekem nem kell, hogy segítsen más a javításban, anyán kívül. Ő mindig mondja, hogy miért nem szólok valakinek, hogy segítsen. Ha már én szólok valakinek, hogy segítsen, akkor már baj van. És ezt ő tudja. Te nem szólsz, hogy segítsen. Általában én szoktam telefonos segítséget. De hát egy évben hányszor van olyan? Segíteni kell valakinek javítani. Őszintén. Max egyszer. Na, tehát egy-két alkalommal egy évben. Azon kívül én megoldok mindent. De az is azért van, mert olyan dolgokat akar velem megemeltetni, hogy már... De most nem a megemelésről van most, most a javításról beszélünk. Igen, de jó, hozzá van szokva az ember ahhoz, hogy ugye én meg tudom emelni, ő még nem tudja. Ez egy nagyon buta felfogás nálam, én is tudom, ő egy nőből van. Egy nő nyilván ne emeljen annyit, mint egy férfi, és nem is emelhet. De egyébként ahhoz képest, hogy nő, hát ő... És most nem nyalom a seggét, ne értsétek félre, mert hogy itt ül mellettem, mert én mellette is ugyanúgy megnézem a csajokat, hogyha elmegyünk valahova, ezt ő is tudja. Ja, tehát ma ebből... is nézegett, azt mondja, milyen szépek ezek a magyar nők. Azt mondja, ma amíg bementél a papírokat kitölteni, azt mondja, jó sok nőt megnéztem. Nem jó sok anyuka kísérte a gyereket iskolába. Azt, hogy most ugye ülök az autóba, és ott mennek el mellettem, mit tudom én, 10 perc alatt 200-an, és elmondom neki, hogy nagyon, én így mondtam neki, nagyon, ezek a magyar nők nagyon csinosak. Tehát tényleg szépek vagytok ti magyar nők. Úgyhogy na, eltértünk a tájtól. Hol is tartottam? A súlynál. Ja igen, tehát némelyik férfi megirigyelhetné azt, amit ő megemel. Tehát volt nálunk már olyan is, hogy eljött a csávó gabonáért, és a csávó nem bírta berakni a kocsi hátuljába, fiatal ember, tehát ilyen 25-30 között lévő ember, anya fogta a zsákot, azt bebaszta neki a kocsi hátuljába, azt mondja, tessék. Ő meg ilyen karja volt, komolyan mondom, ilyen gyúros gyerek volt, így van? És nem bírta berakni a kocsiba, mert ez nehéz. Ó, apukám, mondom, te biztos pár zsinj nevelkedtél az úr. Nem sonkát tettél reggelre. Úgy ment, mint akinek két dinnye van a keze alatt, na az ilyen ember tud egy pofonton nagyot esni. Úgyhogy... De mindegy, nem is ez a lényeg. Erre szoktam azt mondani, hogy enyém a nyerserő. Ővé meg a puffasztott rizs. Úgyhogy igen. Tehát néha szoktam nézni, hogy úgy mennek az emberek az utcán. Én azt az embertípus nem szeretem, aki beül a traktorba, vagy az autóba, vagy teljesen mindegy milyen járműbe, és mindjárt mondom, hogy miért nem szeretem. Felveszi a napszemüveget, fogja, figyelj, kirakja a nyakláncot, így fogja a kormányt, én vagyok a akár kicsoda.
Csak egy a baj ezekkel az emberekkel, nem a sajátjába ül. Meg nem ő dolgozik. Ha a sajátjába is ül, nem ő dolgozott meg. Érte, én mindig azt mondom, hogy ezt valaki alá tolt a kedves testvérem, ezért nem te dolgoztál meg. Tehát feszíthetsz benne, mint pók a lucernásba, de ha apuka vagy anyuka esetleg már nem lesz, akkor már nem biztos, hogy így fogod majd a kormányt az autódba. Na de mindegy, ez megint nem irítségről szól, ne értsétek félre, úgy jön le, hogy én most irigy vagyok bárkire, és nem. Anya megmondja, hogy én soha nem voltam senkire irigy, tehát még arra se, aki úgy kapott valamit. Nem, mert én tudom, hogy én miért dolgoztam meg, én tudom, hogy honnan kezdtem, hova tartok, és én úgy gondolom, hogy ezután is ember tudtam maradni, és ezután is ember szeretnék maradni. Tehát azért, mert most én John Deere-be ülök, és én vagyok a Csőke Farmnak a vezérigazgatója. Na szóval, attól még én semmivel nem vagyok külön, mint az az ember, aki mondjuk, mint a Jani barátom, aki buszsofőr és a kormány tekergeti egész nap. Tehát nem érzem magam nagyobb embernek. Az egy dolog, hogy neki van főnöke, nekem meg nincs. Tehát én, ha nem akarok, akkor nem dolgozom. Csak ugye ez nem így működik. Ti is tudjátok, hogy ha nincs főnököd, szerintem sokkal rosszabb, mert akkor te osztod be az idődet, nem úgy vagy, na jó, akkor 7-től 4-ig vagyok, és akkor 7-től 5 perckor kiszállok a traktorból, vagy a kombányból, vagy a buszból, vagy az autóból, vagy a taxiból, vagy akármiből. Ha letelt a munkaidő, én megyek haza. Úgyhogy nálunk úgy működik itt sajnos, hogy ugye reggel elkezdjük, és ugye mi már reggel, amikor elindulunk dolgozni, már tudjuk, hogy mit betervezzük. Nem mindig úgy sikerül. Nem, mikor elindulunk dolgozni. Hát, hogy már este tudjuk, tegnap este is már tudtuk, hogy mit fogunk csinálni. Hát igen, általában, amikor lefekszünk este, vagy amikor fölkelünk reggel, akkor átbeszéljük, hogy akkor mi a terv a mai napra, vagy a holnapira. Tehát attól függ, mikor beszélünk el. Igen. És akkor úgymond úgy tervezzük a napot. Igen. Úgyhogy én nem tudok olyan lenni, hogy van itt egy pár olyan ember, aki puccsol a másiknak, mert van x hektár földje, azt akkor egész évben oda megy át csavarozgatni. Én nem vagyok ilyen. Én nem egyetlen egy gazdával sem közösködök, mert közös lónak túrós a háta. Hát én nem közösködök egy gazdával sem, mert én eldöntöttem azt, hogy rájöttem arra, hogy nem vagyok egyikkel se haragban, tehát ne értsétek félre. Egyetlen egy olyan ember van itt a faluban, akivel évek óta nem vagyok jóban, mert egy föld problémám volt vele, elmagyaráztam neki, hogy mi a helyzet, nem értette meg, az kellett neki két pofon, hogy megértse. Most nem mondok nevet, meg ilyesmit, és akkor azóta megnyugodott. Tehát oda mentem, lebasztam neki két sallert, és azóta tudja, hogy hol a helye. De egyébként nem vagyok egy ilyen verekedős típus, a többi gazdával jóban vagyok, de nem megtartom három lépés távolságot, rájöttem, mert nem érdemes. Tehát nem érdemes jóban lenni annyira közelen a gazdákkal. Én nem fogok senkinek elmenni cselédkedni, még akkor sem, hogyha rá lennék szorulva. Anya megmondja, tehát biztos, hogy nem. Tehát én nem fogom hajtani más traktorját azért, hogy neki üljön be. Tehát ha összeszedtél 100 hektár földet, üljön a traktorba, azt csináld meg magadnak. Én biztos nem veszek cselédje egyik gazdának sem. Én úgy gondolom, hogy eddig se voltam, de most kimerem jelenteni, hogy ezután sem leszek. Úgyhogy igaz, hogy azt szokták mondani, hogy soha nem mondd azt, hogy soha. Valószínű, én úgy gondolom, hogy már elértem egy olyan szintet, hogy már nem leszek rászorulva senkire ilyen téren. De hát figyelj, nem tudom, hogy mit az a jövő. Az biztos, hogy én taksonyi gazdánál nem fogok dolgozni. Meg még másik faluba sem. Tehát én más traktorját nem fogom hajtani a más földjét. Én hajtom a sajátomat, hajtom, ha nem tudom csinálni, mert akkor hátradőlök. Elmondom nektek, mit mondtam anyának. És mondd el te, lakókocsis verzió. Mondtam neki, elmegyünk, veszek egy lakókocsit, egy lakóbuszt, bocsánat,
gyerek, és amelyik gyerek jönni akar, jön, amelyik nem. Nem, de nem most, ez majd régebbi, vagyis távolabbi, hogy szokták mondani, távolabbi. Hát ez még a jövő. Ez még a jövő. Beülünk szépen, anya, és elmegyünk, mert én egyszer meg akarom nézni Svájcot, úgy normálisabban közelebbről, nem a tévén keresztül, meg a YouTube-on, meg ez meg az. Aztán akinek majd lesz 100 hektár földje, az még majd turogassa a földjét otthon. Én így mondom, és ez nem lenézésképp mondom, hanem az, hogy vannak itt olyan emberek, akik összeszedik még a Feston fasz a földjét is, és még az is kevés nekik, mert nekik kell minden, hát csinálva az meg. Nekem elég, ami van. Aztán már a 33. cseléd is nála dolgozik, mert ugye nem tudja megcsinálni egyedül a földet. Aztán két faluval arrébb is rögik a cselédeket, hogy ezek rá vannak erre szorulva. Nincsenek, de hülyék, mert eljönnek azért az apró pénzé dolgozni, annak, hogy jó legyen. Hát nálam ez nem játszik. Úgyhogy mi saját magunk ura vagyunk, nekünk nem kell cseléd, mi ketten anyával megoldunk mindent. Ha olyan nagyon nagy probléma akadnák, megakadnák, akkor feljön a Kite Service, vagy az Axial Service. Mert akinek majma van, az annak legyen banán is, így szokták mondani, akkor kijön, kifizetem, megcsinálja, az kész. De olyan sűrű nem kell, hála Istennek, hívogatni őket. Úgyhogy én nem fogok másnak a földjén forgolódni, mert veszek egy 6 méteres cuccot, azt akkor a szomszéd földjén kell megforduljak, hogy a sajátom meg legyen csinálva. A buharvetésünkbe. Ez ilyen TS munka. Tehát én úgy gondolom, hát mondjuk attól is tanulták ezek az emberek, a TS-esektől, és most nem lenézem a TS-eseket, abban az időben nem számítok. Most azért már egy kicsit fájdalmasabb, hogyha a TS traktoros elven működik a maszek világban, de nem veszik magukat észre az emberek, tehát nyugodtan belefordult a földetbe. Én mindig azt szoktam mondani anyának, hogy nem baj, majd mi is belefordulunk az övébe. Akkor majd észreveszi. Ha meg szól, akkor majd megkérdezem tőle, tehát figyelj már, te nem forgolottam ilyen? És úgy, hogy már ekkora voltam. Én nem szólok. Karma úgyis vissza az élre. Nem fogok nekiállni vitatkozni, mert úgy gondolom, hogy ilyenkor már akkor nem vagyunk egy szinten. Tehát, hogyha itt faluban nem férünk el 4-5 gazda, mert nekem van 30 hektár, amit csinálok, neki meg van 160, és még mindig kell, hát akkor ő szüljé meg egyedül, otthon egyedül este a szobában, mert senki nem fog melletted lenni. Úgyhogy én ilyenkor mosolygok egyet anyával, nem fogok nekiállni vitázni ebben az emberrel se, úgyhogy csinálgassuk a saját gazdaságunkat, akinek jól esik a főneve, megfordul, biztos nem fogok oda menni verni a hapot. Ez azt jelenti, hogy ennyire vagy iskolázott, és ennyire tiszteled a másiknak a munkáját. Nem tudok más mondani erre. Most oda megyek, azt verem a hapot, akkor se lesz jobb. Tehát nem nézhetem magam le, meg nem csúszok le arra a szintre, hogy én ilyet csináljak, hogy másnak a földjét. Gondolom láttátok a videóban bárhol is, hogy én másnak a földjét nem forgolom. Tehát, vegyél olyan gépet, ami a saját földetre jó, ne vegyél akkora gépet, amit nem tudsz megforgolódni. Igen, akkor, az a baj akkor. Vagy nem művelj olyan kis földet, amire a géped alkalmatlan. Tehát ne harácsold össze a félhatárt, mert neked még az is kell, meg az is kell, meg az is kell. Hát azért, vedd már magad méter, észre. 10 méter széles kis derékszín földre azért az ilyen olyan gépeket használ, ami tényleg az ilyen egybefüggő 10-20 hektárokra lenne. Nem, jó? Ezt tudod miért van? Elmondom nem neked. Nem a 10 méteresekre. Ez azért van, mert megmutatom nektek, hogy most nekem mi van, de emberleg, elkölcsileg full szegény az emberke. Tehát nem tudunk egy asztalhoz leülni beszélni, mert tehát ennyire aljának nem érzem magam. Tehát, hogyha ő így érzi, akkor legyen így. De nem fogok vele leülni tárgyalni erről, mert olyan, mint az időjárás. Egyszer mosolyog, egyszer meg bogor van. Tehát az, hogy a többi embert, aki körülöttem a hülyének nézi, az ő dolguk, az engem nem érdekel. De
egyébként elmondom nektek, hogy minden negatív információ ide jut hozzánk, még ettől a gazdától is, mert vannak olyan jó színű gazdatársai, akik telefonon elmondják neked, mi a helyzet. De nem érdekel egyébként, elmondom nektek, hogy nem érdekel a történet. Meghallgattam, elmondja a barátja, hogy mi volt, hogy volt, ez volt, az volt, mosolygunk egyet rajta, de ne mondd el, nehogy mondom el neked, nem is beszélek vele. Már nem úgy beszélek vele, hanem nem vagyok haragban, nem szoktunk annyira sűrűn beszélgetni. Azt ennyi. De én úgy gondolom, hogy aki ilyen gépeket vesz és itt bőgeti a gépet, ha kell, ha nem, az egy kicsit olyan fényűzés is. Tehát azt szoktam mondani, hogy a gázt a hülye is tudja nyomni. Én is tudnám, 1006-ot forgatom ezt, és ugyanúgy dolgozok, mintha most itten 11,6-tal megyek, és mennyivel lenne jobb, ha én 20-tal mennék? Semmivel. Hát kiesnénk az ülésbe, szétrázottam a gépet. Tehát így nem lehet dolgozni. Megyek egész nap folyamatosan, és higgyétek el, ez ugyanaz, mint amikor szoktam figyelni, amikor megyünk az autóval, hogy megyek egy 80-as tempóval, és megelőz egy autó, mondjuk 100-110-120-tal, és 10 perc múlva azt veszük észre, hogy a falu, egy már, mit tudom, egy 13. faluval arrébb előttünk van. Hát semmivel nem kerül, nem nincs előrébb, mint mi. Tehát ugyanez van a gépnél is, hogy kinyomhatod a szemét is, utána hazamész, mert ugye ezt látjuk minden nap. És akkor leülsz azt a kocigit. Hát minek nyomta ez ennyire? Hova sietünk? Ja, hogy több gázolajt akart fogyasztani, az lehet. Szóval ilyesmi lehet. Úgyhogy nem sokára végzik. Elég szépen megcsinálja a földet, ahhoz képest, hogy amilyen rosszul. Hát a tárcsánál nem az a lényeg, hogy 120-szal menjél, hanem ugye föl van emelve a kerék, 11,5-tel megyünk, 11,43, így 11,5-tel. Minden munka eszköznek megvan a munka tempója, én ezt szoktam mondani. Tehát lehet szántani is 20-szal, de nem lesz olyan szép a szántás, mint a normálisan, normális tempóban. Én se gondoltam, hogy ilyen szépen megcsinálja. Először azt mondta apa, hogy most meg sem csinálom. Ne így csinálj videót, azt mondja, mert szerintem nem fogjuk megcsinálni ezt a földet. Úgyhogy vannak itt gondok azért a környékbeli gazdákkal, de nekem megmondom őszintén, nem kell több föld. Fejen amennyit elbír és tisztességesen meg tud csinálni. Ugye szerintetek se olyan rossz. De én nem akarok éjjel traktorba ülni, én éjjel anya mellett akarok feküdni az ágyon. Még nem volt tárcsázva az idén egyszer se. Nem, ez csak kaszálva. Egyszer le lett kaszálva. Most megtárcsázzuk. Aztán, hogyha sikerül venni, amit szeretnék, egy trágyaszórót, akkor ezt a lapost itt meghagyom kukoricának, beszórom trágyával. Mi is a másik vége? Arra kritikál, kukorica. Ja, bocsánat, kukorica lesz az egész nap. Úgy az volt terve itt. Igen, a másiknál volt az, hogy fele ilyen, fele igen, olyan. Igen, 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 igazad. De ebben a laposban nagyon jó kukorica szokott lenni. Ez az 51-es út, amit imádnak a teherautósok, ha kimegyünk.
biztosan kivágja mindenhol. Úgyhogy ebben a videóban most szerintem minden lesz. Lehet, hogy ez nem fog annyira tetszeni nektek. De ilyen videónak is lenni kell. Megígérem, többet nem fogok politizálni a videóba. Kicsi politika lesz ebben most benne sajnos, de közben tárcsázni jöttünk, és a politizálásnál leragadtam. De csak azért, mert felhúzta magát. Amúgy nem politizált volna. Nem szoktam. Nem, és én hál' Istennek engem annyira, de annyira nem érdekel a politika, hogy én azt se tudom, hogy ki küldnek ott bent. Tehát nekem mondhatják, hogy ez... Szerintem az, jobban is jársz. Amaz, nem tudom, kiről beszélnek, mert nem érdekel. Én nem tudok senkiről semmit. Tehát nem érdekel ez a politika része. Megmondom nektek őszintén, anyának mondtam valamelyik nap, hogy én olyan szívesen elmennék vele kettesbe egy szigetre, ahol csak ketten lennénk, senki más. És úgy ellennék ott anyával, igaz? Mondtad, igen. Mert egy szigeten 150 km az első civilizációtól, nem baj az, a víz lesz körbe, kaja lesz, meg innivaló. És mi anyával ketten úgy ellennénk, jó, még a gyerekek beleférnek. De várjatok, de mit mondott? Hát én ezen beszartam, szó szerint, hogy mit mondott? Azt mondta, ketten, lakatlan szigeten, mondom, tök jó. Azt mondta, 9 hónap múlva azt mondja, szülnék egy gyereket, csak így nézném, vagy hogy néztem, hogy most mi van. Azt mondja, hát mondom neki, gáz lenne kórház nélkül szülni. Hát azt mondja, hát ő is abban reménykedik, hogy komplikációmentes lenne a dolog. De azt mondja, nem tudna mit csinálni. Azt mondja, mert ha én nem lennék, azt mondja, akkor kénytelen lenne engem megenni. Megenném, hogy hát megsütném. Nem lenne kaja. Valaki csak vinnem kéne magammal a szigetre. De mondtam neki, hogy és a cicivel kezdeném megsütném, mert azokat nagyon szerettem. De hát gyerekek... A legfinomabb részére kezdeném. Ha én eltűnök, mondtam neki. Akkor a csőkefarm vezérigazgatója megsütötte anyát. Hát mondom, hogy mondtad, Ciat, hogy engem megennél? Hát én megennél. Én megennélek. Lehet, hogy egy kicsit rágós lenne a kisjánk, de... Valahogy hát, már megsütném, lenne ott fa, csinálnák egy tüzet, figyelj már a lábodat, meg a kezedet így összekötném, fölraknálak egy fára, és alá gyújtanám a tüzet. És úgy csinálnánk, mint amikor sütik a ezért mindig vágnak belőle egy darab. Még nem jó, még nyers. Wow. Gyerekek, nem tudom, kivel élek, segítsetek! Még nem tudja. Kíváncsi lennék, hogy mit enne? Hát... Nem mondom, mire gondoltam. Te hol kezdenéd az evést? Hát, várj, akkor lehet, hogy egyre gondoltunk. De nem arra gondoltam. Erre. Na mindegy, a lényeg az, komolyra fordítva a szót. Én megmondom őszintén, komolyan mondom, ha nem lenne olyan világ, én simán bemerném vállalni egy szigetre, elmenni anyával, jó meg a gyerekekkel, nincs ez az, hogy... Legyen tartalékkaja a gyerekek! Nem. Ezt már nem mosod le magadról. Egy tengerbe, egy horgászbutot születnék magammal, annak örülnék, mert azért pecázni szerel, lenne időmre, de... De úgy, jó messze, jó messze a civilizációtól. Nem kéne csinálni semmit. Anyával lenni. Egész nap a szigeten nem lenne az, hogy most pénz kell, meg nincs pénzed, meg van pénzed. Jaj, nem lenne TikTok, meg Facebook. Én azt nélkül ellennék. Te? Igen. Hú-hú. Igen. Hú-hú. Komolyan mondom. Még mikor vettem előtt? Add ide egy hétre a telefonodat. Tessék. De úgy, hogy nem kapod vissza. Tessék. Odaadom az enyémet, mert az enyémet ilyenek nincsenek. Odaadtam a telefonom neki. Majd egy hét múlva adod a telefonomat. Nem, hát ma vissza kell, hogy adjad, mert hát... És ha hívnak... Ó, átirányítom a hívásodat az enyémre. Hát, mi lesz? Ha?
De annyira nem vagyok függő, mint hogy gondolod. Viccek ki. A laptopot is elveszem. Hát a laptopot, figyelj! Még a videót se lehet nézni este, hogy mit raktak föl. Ne hülyeskedj már. Na mindent meg akar vonni az embertől. Szó szerint. Nézd, már van egy izé, büdös bogár a szél. Mit csinálsz te itt, haver? Hát csak odébb toltad. Igen. Na mindegy, komolyra fordítva a szót, szerintem nem lenne az annyira rossz ötlet. Én ellennék egy szigetem. Mondjuk lehet, hogy egy idő után unalmas lenne. Hát Istennek az jó fogyókúra lenne. Az én részemről melyen halat nem hát veszek, azért... se halat, se rákot, se ilyen csúszó, mászó, békás, semmit. A rákot én sem szeretem. Atika azt mondta, ha jövőre megyünk Olaszországba, ugye az van betervezve, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog belőle megvalósulni, akkor nagyon szeretné megkóstolni a rákot. És mondom neki, miért szeretnéd megkóstolni a rákot? Mert nekem az a moroszkófa. Ja, mondom, jó. Akkor én meg bikát akarok enni, mert nekem bika a horoszkópom. Itt vagyok én? Te szűz vagy! Te bika? Szűz vagyok! Olyan nyaka van, mint a bikának, bikanyak. Olyan karod van, mint Popeynek. Igen, ez aranyos volt, nem tudom ki írta, olyan karod van, mint Popeynek. Ő rengeteget fejt gyerekként tehenet. 10 évig. És ez a mozdulat. 10 évig fejtem... Kemény, mint a kő. Tehenet kézzel. Hát megcombosodott a karom. Én szerettem fejni. Még gyerekként otthon. Nem volt az rossz. Ezért vagy te cicis, mert te sok cicit fogdostál. Én sok cicit fogdostam. Fogtam új cicit. Igazi cicit. Ilyen cici, olyan cici, hol a cici? Szeretem a cici. Igen. Ha el tudok velük bajlódni sokáig. Na, ezzel ide tartozik. Ez a tárcsázás feeling, ez tartozik. Na szóval... Ne nézek ezt a telefonot! Várjál, már pittyent a telefon. De nem pittyent, de látjátok, és nem izé. Most mi a baj? Hú, iskolások, tessék? Már működik a kréta elvileg. Jó van. Majd ha hazamegy, látjátok, én majd akkor, amikor majd hazamegyek, akkor... Hoztad... Vedd már föl, légy szíves. Ez az illés, barátom. Halló? Éppen tárcsázunk, és videózunk. Kapcsolatban a kamerát. Hello! Hello! Na milyen? Milyen? Csak a far... Te meg kaszálsz! Nem, csak én vagyok. Tekergetem én is a kormány, mint te! Hát ad, azt videózunk! Készül az új videóillés. Hát igen, na, látom. Az már látom, nem is arra néz. De láttam, ahogy kaszál. Úgy látszik, jó időt mond arra felétek. Igen, egész éjszétre, a holnapra 30 sok meleget van. Valószínű én is kaszálni fogok holnap. Hát a beszárad. Akkor csak délután tudom levágni, estére. Nem tudtuk, mert az öcsi 2 hetet hiányzott a suliból, és nekem ma reggel papírmunkával kezdődött a napom az iskolába. Micsoda? Hú, de nem volt kedve menni iskolába. Mondja nekem azt, hogy anya lassabban menjünk már, mert fáj a lábam. Mondom, Atika,
időpontot beszéltem meg a tanárnőmmel. Várjál! Megrázott a anyát? Azt mondja, nem hiszem soha. Itt van a búcsúban, a ringispilibe ül. És akkor mondom neki, hogy időpontot beszéltem meg a tanárnővel, mondom, hogy időre oda kéne érni. Nem baj, a tanár az ráér. Mondom, Illés, te hányan szoktad húzni a tárcsát? Micsoda? C1? C2. Én meg E2. 11,5-tel megyünk. Ó. Ott van C. Ott van. Jó, hagárja meg. Úristen. Na, egy pici szünet. Anya nem bírja tovább. Utolsó fogás. Ezen a 4,5 hektáros darabon. Ahhoz képest, hogy amilyen elkeserítőnek indult, nagyon szép munkát csinált a tárcsa. Hogy beleadott mindent. Attilával együtt. Még vissza kell jönni? Hát arra megyünk vissza, másik főnök. Na, akkor most már befejezheted, amit elkezdtél. Mit kezdtem? Hát a MT Tomiékat lezártuk, én úgy gondolom, igen, hogy azokat már, őket már megbeszéltük. Igen, és egy volt egy pár hozzászólás, hogy a Danóékról mi a véleményem. Igen, most már eszembe jutott. Igen. Hát a Danóékról az a véleményem, hogy egy nagyon erős húzó csapat ők. Tehát ott tényleg látni a két fiú meg a apukán, hogy hatalmas nagy lendület van, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem lent akarat van bennük, és húznak, mint az állat, tehát dolgoznak, mint a gép. Nincs lehetetlen. Egész jól gazdálkodnak. Tényleg beleadnak mindent, egész jó volt a repcetermés, a gabonatermés, az apuka az tolja a kombányt. Jó pofa az jó apjuk. Fej, aha. Hát én csípem az apjukat, és nekik a jó pofa. Szerintem az apukájuk nem mezőgazdasággal foglalkozott régen, én nekem ez a meglátásom, mert a fiúk azért elég jó benne vannak már ebbe a mezőgazdaságban, de az apuka most vagy a szerelésbe, vagy a mezőgazdasághoz nem annyira, nem azt, hogy nem annyira ért, hanem nem annyira volt benne régen, és szerintem egy, nem tudom, lehet, hogy én rosszul látom. Olyan aranyos, amikor... De olyan jó pofa! Néz a fiúkra, hogy akkor most mi van? Hogy van? Igen. Hogy kell csinálni? Olyan aranyos, tehát... Igen, fiúk megcsinálják, tolják, igen. Csabi is, meg a Dani is. Tehát tényleg, én azt mondom, le a kalappal két testvér előtt, meg az apuka előtt, mert tényleg szívvel, lélekkel nyomják a traktorokat. Az anyuka, meg a nagymama, ők én úgy vettem ki, mondom, nem régóta nézzük úgy a videót, hogy ők inkább a birka részét csinálják. Igen. Úgyhogy, hát tegnap is egy olyan videót néztünk, amikor... Ez már egy régebbi videó volt. Régebbi videó volt, nem tudom Attila, hogy keveredett oda, hogy a vaddisznók kár, amikor volt nekik, most meg volt az, hogy letörték a csöveket, és akkor a Danó ment, és azon a kis robikapával, azon a jó sáros úton. Hát, de jó volt. Hát én ugye eleve, hogy én egy kicsit olyan pánikolós vagyok, hát én eleve, hát amikor megláttam volna azt a sáros utat, neki se álltam volna ott végig menni egy ilyen robikapával. Úgyhogy amikor elkezdett el káromkodni, akkor a jó pofa volt, akkor úgy elmosolyodtam. És akkor ugye mi is voltunk kint már Erdélyben, ugye medvenyomot mi is láttunk, és akkor, amikor ő kiért oda a földhöz, és láttam, hogy a nagymamája és az anyukája ott van a birkákkal, meg egy pár kutyával, és akkor egyből az volt a kérdésem, hogy két nő itt, kint a, úgymond a prérin, és mondom, mi van, ha jön egy medve? Ott, hát, ők, ott nőttek föl, tehát ők már azért értenek jobban hozzá, mint mink.
Azt mondták, hogy... Nő, én tökre bátra. Hogy a medve fél az embertől akkor, amikor már így közel megy hozzád, akkor már valami nagyon nagy nyomos oka van a medvének állítólag. Nem tudom, én nem értek hozzá. Hát, jó, nyomos oka. Éhes, ott a birka. A birka mellett ott az ember, de most nem tudom, mindegy, melyiket támadja. Hát, nagyon ritka szerintem az ilyen. Én nem tudom. Azért Attilájéknek is olyan, amikor kint voltunk és sétáltunk egy jó erdős részen, hogy jön a medve majd. Majd mi kemény gyerekek, megmutassuk a medvének, hogy elharapjuk a torkát. Aha, de azért megnéztem volna, hogyha előbukkan valahonnan egy maci, hogy melyik viszeti jobban a lábát. Hát én lettem volna a leggyorsabb. Én szerintem meg az, aki először megesz a medve. Én lettem volna a leggyorsabb, én ezt merem garantálni nektek. De milyen jó, el van kurva ez az ügy, nem? Aha. El van gréter elve, vagy valami. Szerintem a farkastom még. Úgyhogy jó, mondjuk a kombánya, tegnap például néztük a átszerelős videót, hogy a napra forgó tálcákat tették. Ott is a Daninak baj, milyen, akkor egyedül neki jár. Tehát... Igen, de az az ülés, hogy az jó, Royal Flush. Hogy júj, azt mondja, az egér. Hogy ki ne ugorjon az egér, azt mondja, mert szívinfarktus kapott. Kész voltam. Hát ne, hát akkor mert tényleg már jókat nevettem. Tehát, egy jó tarán soha nem szabad a kombányon az asztalt leengedni. Mert fölmászik az egér. Mert vagy leakasztod az asztalt, nekem ez a meglát, vagy leakasztod, vagy nem rakod le a földre, mert az asztalon minden föl, minden rágcsáló fel fog jönni. Úgyhogy én nem szoktam fönt hagyni az asztalt, vagy ha fönn is hagyom, esetleg úgy, hogy mit tudom én, végeztünk az aratásra, beállok, de másnap reggel megyek. De úgy nem szabad, hogy ott hagyod hetekig, vagy hónapokig úgy az asztalt. Tehát az nem jó. Egyébként jól gazdálkodnak, tehát a géppark az a 50-80-as vagy hányas kis John Deere, az jó, még az a 77-10-es. Tényleg jó állapotban van. Most vettek egy permetezőt, az is egész jó állapotú. Igen, csak úgy, én gondolom, hogy a permetező az, annak a traktornak az hatalmas. Hát lehet, hogy egy kicsit nagy lesz neki. Mert az egy dolog, hogy azt mondták, hogy emeli. Igen, de jó, hát emeli. De üres volt. De lesz, lesz, lehet, hogy majd egy másik traktorra fogják húzni, nem tudom. A vizet külön? Nem, a permetezőt. De szerintem jó gazdálkodnak. Tehát van bennük az ambíció, az akarat. Tehát nem az, hogy jó van, akkor most így is jó lesz. Tehát nincs mellettük még három cseléd, aki csinálja helyettük a szerelést, meg a traktorozást. Jó van, ezt fejezd már be, meg kapsz egy taslit. Hát nem igaz már. Hanem ők vállalták ezt, ők csinálják. Úgyhogy... Tehát ők annyit vállaltak el, amennyit elbírnak. De egyébként jó gazdálkodnak szerintem. Jó, minden országnak más a kultúrája, tehát más a felfogás, meg a munkaműveletek is lehet, hogy másak. De egyébként szerintem én nekem úgy nincs velük úgy bajom. Én nem tudom, ez a rész, ez valami katasztrófa. Ezt csinálja a hátsó henger, ezért akarok éggyűrűs hengert utána, hogy sima legyen a talaj. Látod, hogy milyen? Így, ha elnézel arra? Ő csinálja a henger, csinálja ezt. Talóra állítanak nem szokták használni ezeket a hengereket. Uh-huh. Ezért mondja a Derek Csabi azt, hogy nagyon hepeupás. Persze, hogy hepeupás. Úgyhogy... Szerintem jól gazdálkodnak, az MT Tomiék is jól gazdálkodnak, csak ugye őnáluk a gépparkot kéne fejleszteni szerintem egy kicsit modernabbra, nem a hú, amilyen szuperre, hanem kicsit modernabbra, de hát szerintem meg fogják ők ezt majd lépni, mert azért vettek Fiatot is, jó elromlott, vettek utána New Hollandot, tehát vettek egy Krónebálázót, tehát ezeket a dolgokat, ha nézzük, azért ez egy súlyos millió forintokba kerülnek, tehát mai mezőgazdasági termény árakból nem lehet csodát várni,
hogy új géppark. Most akit kett, most azokhoz az emberekhez szólok, akik nem a mezőgazdasággal foglalkoznak, hogy látjátok, hogy új gépekkel dolgozik valaki, az nem azt jelenti, hogy az az övé, mert rengetegen banki hitelre veszik ám a gépet. Tehát az nem az övé, az a banki, amíg nincs kifizetve. És ugye citerázik tavasztól őszik, hogy nagy Isten, van akinek van 50 hektár földje, beveti XY-nal, most teljesen mindegy 3-4 féle növénnyel, és ugye várja össze, vagy tavasszal, vagy nyáron a termés, nyáron vagy ősszel inkább így mondanám, hogy abból tudja fizetni majd a gépnek a hiteleit. Igen, mert tudni kell, hogy amikor egy traktorra, kombányra veszel föl hitelt, az nem olyan, mint egy autóhitel, hogy minden hónapban nem kell fizetni, hanem... Szeptemberben és decemberben fizetsz. Igen. Valahogy így. Egyszer volt nekem is, egyszer még 2002-ben, akkor vettem egy MTZ-t új hitelre, egy újat. Nem nagy a kamat, ilyen 5%-os kamatra adják, tehát nem egy izét, de amikor... És egy ilyen 2.500.000 forintos traktorról beszélünk, de most azért megveszel egy John Deere-t. Az ilyen 40-60 millió így között van. Tehát 40-50 millió plusz áfáért, azért ott már... kell azért egy kicsit gondolkodni, hogy fizeted ki, mert ugye azt tudomásul kéne venni azoknak az embereknek, akik köpködik a parasztembert vagy a gazdát, hogy hú, nézd meg, megint annak is John Deere van, annak Steyer-e van, annak ihány, nem tudjátok már az MTZ-vel megcsinálni ezeket a területet, ezt a rengeteg területet. Tehát minőségi munkát nem tudsz úgy csinálni egy MTZ-vel, ez az én véleményem, de lehet, hogy most megharagszotok érte. Tehát nem mindegy, hogy egy ilyen 4,5 hektáros darabot egész nap szántok, vagy 4 óra hossz alatt végzek vele. Tehát nem tud egy 100 pár hektáros gazda, nem tud MTZ-vel érvényesülni már a mai világban, mert nem jut egy, nem fog a munka végére érni soha. Akinek 10 hektárja van, és az 10 hektárt meg tudja csinálni az MTZ-vel, 20-at is meg lehet, de azt tudni kell, hogy minden gépnek van egy bizonyos teljesítménye, és az a teljesítmény fölött nem nagyon tudsz tőle elvárni dolgokat, mert ennyi a teljesítménye. Ez ugyanolyan, mint egy személyautó. Ja, kapcsold már a klímát, nehogy az legyen, hogy zúg a hangja. Ennek nem zúg, nem fölülről jön, hanem alulról. Nem baj. Tehát nem olyan a teljesítménye egy John Deere-nak, mint egy MTZ-nek. És teljesen mindegy, nekem is van az a kis 80 lóerős John Deere-om. De az a kis 80 lóerős John Deere szerintem keresztbe hosszában 82-es MTZ-t elhúzom vele, és most nem nagy képviségből mondom, hanem az, ez igazság. Tehát ég és föld a két gép, csak 80 lóerős a John Deere, de talajon is egész másképp viselkedik. Tehát egész más. Hát gondoljátok el, a gyerek nem bírta kinyomni a kuplungját, kicserélték a kuplungot. A gyerek nem bírta eltekerni a kormányt, kicseréltük az Orbitra kormányt az MTZ-n, hogy tudjon vele dolgozni, és akkor is azt mondta, hogy anya mondta, hogy hát nem akarjuk lecserélni egy nyugatira, hogy akkor a gyerek is tudjon menni vele. És akkor lecseréltük, és azt mondom, hogy igen, hatalmas a különbség, gyerekek. Tehát fogyasztásba szidjuk a John Deere-t, mindenki azt mondja, hogy hú, így, hú, hú, ahogy, amúgy eszik. Igen, többet eszik a John Deere, mert mondjuk ezt a darabot kiszántod egy MTZ-vel, ezt a 4,5 hektár egy tangázolajjal, míg a John Deere-ral kiszántod ugyanannyival, csak mondjuk fel annyi idővel. Tehát az időhöz képest eszik sokat a John Deere, de a teljesítményhez képest szerintem nem olyan vészes a fogyasztás. Én így mondanám, mert ugye mi azt nézzük, hogy hú, kim volt a 3 óra hosszát, a John Deere-ra megevett 100 liter gázolajat. Igen, de 3 óra alatt megcsináltam annyit, mint az MTZ-ben. Hát ne értsétek félre, nincs lenézve az MTZ, csak hogy az MTZ-nek az a teljesítmény, a 80 lóerőhöz képest annyit tud. Tehát kicsit megszegesgetem itt a végét. Igen, de lassan el kell köszönnünk, mert nem fog fölférni a videó. Állítsd le is, mert még megyünk egy másik darab. Jó, de nem fog már fölférni a videó, mert már van egy 57 perces, meg egy 26 perces, és 90 percet lesz 50. Jó, akkor... Úgyhogy elköszönünk, gyerekek! Elköszönünk! Folytassuk a...